A rendezvényen Talabér Márta elmondta, a program keretében a közterületek megújítását, több generációs közösségi park kialakítását és új játszóelemek elhelyezését valósítja meg az önkormányzat. Ahol most állunk, itt egy olyan park fog megvalósulni, ahol a különböző generációk együttesen is jól érezhetik magukat, és kikapcsolódhatnak, tehát lesznek játszótéri elemek, lesznek olyan elemek, amelyek az idősebb generációk kikapcsolódását és az egészségmegőrzést szolgálják, tehát egy olyan komplex park lesz, ami hát reméljük elsősorban az itt a városrészben élőknek, de akár az egész városban lévőknek egy üde színfolt lesz, és szeretni fogják és használni fogják. Ezen kívül a projekt magában foglalja 9 társasház energiahatékonyságát javító hőszigetelését, valamint tetőfelújítási munkálatait az érintett Tési-Dombi városrészben. Az új parkolóhelyek építése, az úthálózat és a járdák megújítása ugyancsak része a projektnek. A közbiztonságot javító elemek közül kiemelkedik a polgárőrségnek helytadó épület felújítása és a térfigyelő kamerarendszer diszpécser központjának kialakítása is. Évtizedekkel ezelőtt a Tési-Domb város egyik kiemelt része volt, mára azonban a szociális leszakadás fenyegeti. Ennek megelőzésében, valamint társadalmi felzárkóztatásában segít a most megvalósuló beruházás. Az itt élők pontosan tudják, hogy ez az 50-es években a város egyik kiemelt része volt, azonban az idő múlásával és a lehetőségek változásával sajnos az állaga lakóépületeknek is, illetve a közterületeknek is jelentősen leromlott, illetve az itt élő lakosság lehetőségei is beszűkültek. Ezért ez a projekt két dolgot céloz, egyfelől azt, hogy a lakóépületek, illetve a közterületek megújuljanak. Ez nem a teljes Tési-Dombot jelenti, de a Tési-Dombnak egy jelentős részét, illetve a másik fontos része az egész pályázatnak, az pedig a társadalmi felzárkóztatás, és ennek keretében több tanfolyam is fog indulni az elkövetkezendő időszakban, amelyek azt célozzák, hogy az itt a városrészben élők ezen ingyenesen vehessenek részt, és lehetőleg olyan tudáshoz jussanak, amivel később könnyebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ahogy a polgármester asszony is elmondta, a beruházások mellett fontos a helyi közösséget építő beavatkozás csomag, a közösségfejlesztő intézkedések a képzettségi szint erősítését, a helyi lakosság településfejlesztési akcióba való bevonását célozzák. A programcsomag magában foglalja az oktatási képzési programokat, a környezettudatossági kampányt, a helyi rendőrkapitánysággal közösen megszervezésre kerülő bűnmegelőzési rendezvényeket és a közösségi programokat is. A most elinduló projekt a város életében az egyik legjelentősebb fejlesztésnek számít. Ez a harmadik legnagyobb volumenű beruházása a városnak, a várprojekt, illetve a emelt szintű járóbeteg szakellátásos pályázat után, és talán ez az a pályázat, ami a legközvetlenebbül érinti az embereket, és hát nagyon bízunk benne, hogy 5 évvel a pályázat benyújtása után indulhatunk el, és hát nagyon bízunk benne, hogy minden rendben fog zajlani, és valamikor az ősz vége fele ezt az egész beruházást át tudjuk adni, és látványos megújulásban lesz részünk. A projekt konzorcionális formában valósul meg Várpalota város önkormányzata, valamint a Szimbád Nonprofit Kft., a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság Várpalotai rendőrkapitánysága és 9 társasház együttműködésében. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt bruttó összköltsége közel 600 millió forint, melyből a támogatott összeg több mint 472 millió forint. A projekt indításaként Talabér Márta a Várpalotai Hírek, valamint a Megyei Napilap aktuális számát, fotókat és kordokumentumokat tartalmazó időkapszulát helyezett el a Bakony és a Bátorkő utcák közötti területen, lenyomatot hagyva ezzel is az utókor számára. Majd a rendezvény az alap kőletételével zárult.